A műsor helyszínét a Fészek Művész Klub biztosította. Eperjes Károly, a Bota Café vendége. Nincs az országban szerintem olyan, aki ne ismerné. Egészen kiváló színész. Van, aki egyetért a nézeteivel, van, aki nem. Most éppen egy filmet is csinált, élete első filmjét, a Magyar Passiót. Ő rendezte, véletlenül még a főszerepet is játssza benne. Hát akkor ennyi. Szóval, hogy... Elmondtad a filmnek a sajtótájékoztatóján, hogy tulajdonképpen másnak szántad. Úgy van. De aztán nem, aztán valahogy nem. Miért nem vállalták szerinted? A konkrétat mondtak, hogy ez a tiéd. Igen? Igen, igen. A konkrét, az első, akinek felajánlottam, a Revicki volt. És a Gabi azt mondta, Szami, ez a tiéd. És ő a Fjodorovot boldogan eljátszotta volna benne. Oda is adtam neki, de nem tudtuk egyeztetni. És, ez egy szerzetes, ez egy akit játszott. És ő nálam már játszotta az Éli Menedék helyben Lukát. Remekül. Remekül. És ez ugyanaz a zsáner. Akit kicsinálnak, meg agyon is vernek, vernek az AVH-ban. Egészen krisztusi fejed van. Azt nem tudom, hogy tudod, de nyilván szándékos. Szóval ilyen Dosztojevszkij figura bírsz ebben a szerepben lenni. Tehát amikor ott vagy összeverve, az lidérces. Hát, hogy mondjam neked, felkonferálásban azt mondtad, hogy első filmem. Hát filmrendezésed, úgy filmed, hát amúgy volt egy rakat. De még azt se képzeld el, mert katona koromban csináltam egy filmet, de nem az én nevemen ment, mert még nem volt katonai eskünk, és mi nagyon élveztük a Kátai Zolival, Kossuth Díjas lantosunk, és versmondónk, verséneklőnk. Ővel csináltunk egy műsort, és még nem volt katonakönyvünk, de nekünk ezt megengedték, hogy alakizás helyett ezt csináljuk meg április 4-re. És annyira jól sikerült, be is mutattuk, ezt a hetedik te magad légy, hogy azt mondták, nem akarják ezt, hogy mások is lássák filmre fölvenni, mondtuk, hogy de, és egy 16-ossal fölvettük, és megnyertük vele a katona, az 1974-ben volt, megnyertük, 74-75-ben volt, megnyertük vele az évi katonai filmfesztivált. De a törzsőrmesternek a nevén ment, mert a miénkkel nem mehetett, mert még nem volt katonakönyvünk akkor. Uh-huh. Úgyhogy sokszor voltam első filmes, mikor először dolgoztam a Gézával, vagy éppen az Istvánnal, a Szabóval, vagy éppen a Timár Petivel, de mondhatni másokkal. És akkor annak mindig volt egy jó feelingje, tehát amikor az ember úgy, és ennek is azt hiszem van egy jó feelingje. Az igaz, hogy amikor Bereményivel ugye a Monorit például, igen, az Eldorádóban, akkor ott voltak olyan szövegek, amiket nem akarta elmondani, mert hogy ilyen Isten ellenesek. Hát elolvasta, én voltam azt hiszem az első, akivel elolvastatta ezt, de lehet, hogy a családján kívül az első. És amikor én elolvastam még kézaratba, akkor azt mondtam, hogy hú, Gézebből filmet kell csinálni. Azt mondta, azért mutattam azért. És akkor mondtam, de ki játsz? Hát az Özel Lajcsi bácsi haldoklik. Magamra nem is gondoltam, aztán végül odaadta, és egy olyan mondattam adta oda, hogy de Géza, miért én? Azt mondta, mert te vagy az a színész, aki még el tudja játszani az utolsó magyar nomádot. És ez olyan... Ez mit jelent, hogy nomádod? Nomád? Barbár. Azt, ja, barbár. Hogy... Barbár. Istentelen. Te egy istentelen vagy? De figyelj, nem. De miből gondoltál? De játszani te... szívesen. Tehát a Passióban nem csak Júdást, vagy Jézust és Máriát, Júdást és Pilátust is el kell játszani jól. Egy jó Passióban. De a Jézus Krisztus a szupersztárban hiába játszom el Jézust, az semmire nem megy vele. De mondhatnék mást is. Szóval... Azt állítólag utálod te azt a darabot magát. Nem utálom. Azt nem mondom, hogy utálom, csak én nem tartom
nem tartom igaz műnek. Mert? Hát mert ott... De egy jó musical. Zeneileg igen, tartalmilag nem, hamis. József Attila azt mondja, az igazat mond, ne csak a valódit, és ez még csak nem is valóság. Tehát ott Júdás támad fel, Krisztus meg nem. Ah, no, jó. Felejtsük el. Most ne ezzel foglalkozom. Jó. Az Eldorádóban volt egy jelenet, ahol nekem nagyon csúnyán kellett káromkodnom. Mikor a Gotár Peti a sofőr, és mi a Pogány utcával meg vagyunk a kocsiba, CB666 a rendszáma, és mondtam a Gézának, véletlen, hogy hülye vagy véletlen. Hát Cerebrus a pokol kapujának körzője 666, ugye ez volt a rendszám a kocsinak. És olyan csúnyán kellett káromkodnom, hogy azt mondtam, hogy olvastam, tehát persze olvastam, értem is, hogy de nem tudom. Ez most életemben először, én ilyen beleélős vagyok. Fú, mondom, ez ördögi. És akkor azt mondta, hogy jaj, ne, Szami. És akkor próbált meggyőzni, 3 órára vagy 4 órára leállt a forgatás. Na, itt van a hisztis színész. És egyszer csak azt mondta Géza, hogy figyelj, de csak ülj be, és majd alá szinkronizál. Mondom, és akkor ott nem fogok káromkodni, nem is téged fog mutatni. Jó, akkor Szami, csak ülj be, nem is téged mutatunk, hátulról fogunk mutatni, majd a Jucit mutatjuk, meg a Petit, a Gotárt, és akkor majd digitális módszerrel szavanként innen-onnan összeszedem. Hát hogy csinálj, ennyire szeret engem a Géza. Beültem, és ahogy beültem a kocsiba, megszólalt belül egy hang, hogy minél jobban szitsz, annál jobban kiderül a nagyanyja hozzám kötődése. Indítsátok el a gépet. Sanyinak, Karlosnak, menj a Szamira! Közelébe menj a Szamira! Fölvettük, te ilyen vagy, ekkora cirkuszt csinálni, hát ez jobb, mint amit... Még improvizáltam bele, a köpés nem volt benne. A bizonyos csúnya szavak még nem voltak benne. Azt mondja, jobb, mint amit leírtam! Befejeztük a forgalmat, mondom, nem, Géza, még vegyük fel, hát ez elromolhat itt, ott. És akkor azt mondta Géza, hogy de hogy is, hanem, csináljam még egyszer ezt a cirkuszt 3 órán, ez nincs annyi időnk. És azt mondom, én már túl vagyok valamint, Géza, vegyük fel. És amikor felvettük, én szeretek pontosan dolgozni, ha improvizálok is, valami belső reflexem van rá. És akkor, mikor behívott a filmgyárba, azt mondja, figyelj ide, itt van valami, amit meg kell neked mutassam. Mondom, mi? Azt mondja, gyere be a filmgyárba, levetítem neked mind a hármat. Szinte másodpercre pontos ugyanaz a 3. És bárkinek megmutatom, mindenki megmondja, hogy melyik volt az első. Persze nem azt mondta, hogy ez az első, ez a második, ez a harmadik. Szerinted ebből a 3-ból melyik volt az első? Mondom, ez. Szóval senki nem téveszti el. Na persze, Géza, hát ezen van az áldás. Mindegy, mi van rajta, Szami, rajta van. Hát az életednek volt 3 olyan pontja, ami tulajdonképpen... Ilyen, nem is tudom, minek forduló pontnak, vagy minek nevezhető. Igen, mi keresztények úgy hívjuk ezt, hogy megtérés, de ugye az embernek nem egyszer kell megtérni, hanem folyamatosan. Na, ezt akartam, hogy meg lehet 3-szor kértérni. Hát nem úgy van, hogy egyszer megtérsz, és hát akkor már elég. Ott vagy a vágányon. Hát a vágányon vagy, de aztán gyarró az ember, és leletér róla. Igen, volt egyszer egy tüdőemboliás halál közeli élményem a diploma évében, aztán az utolsó nagy fordulat az a Vasilyevnél volt, és azóta igyekszem... Vagy éles rendező, amikor nagybácsi rendezte. Ott is az ördögöt játszott, a Mozgajakov, a Csikasz. És később jöttem rá, hogy miért beszélgetett velünk olyan hosszan. Mindenkit megnézett, hogy ki milyen messze van az Istentől, vagy milyen közel van. És pont nekem adta a legördögibbet. Akkor én már heti 3-4 alkalommal jártam Szent Misére, Szent Áldozáshoz járulva, és utólag jöttem rá, hogy a Vasziev azért adta nekem, mert abban bízott, hogy nem tesz tönkre engem, ha nagyon jól játszom el az ördögöt. A földi ördögöt, ugye, Mozgiákovot. Mert az tönkre is tehet? Mert a sikerbe beleéred magad a siker. Hát én fél évig például az Eldorád után hordoztam magammal az éjszakába. A fiam bevallottam fél tőlem.
Tehát hordoztam az éjszakában sikert, droggal, mindennel. Persze, hát... Neked voltál tag egy ilyen korszakod, amikor nem drogoztam. Vertem dobra, de utólag el kell mondjam. Volt. És az igaz, hogy azért, mert te híres színész voltál, ingyen kaptad ingyen, a kábítószert? Soha nem fizettem érte. Soha. De ez hogy ment, hogy jó drága művész úr magának? Lemész a filozofába. Nem tudom elképzelni, hogy ez hogy. Lemész a filozofába. Hát volt a filmfesztivál, ahol odajött hozzám egy világhírű filmrendező. Nem mondom meg a filmfesztivált, mert akkor annak az országnak a híres filmrendezője, oda, oh, Charlie, wonderful, great! És egy ilyen szalfettában volt a... És akkor mondom a rendezőnek, ide figyelj, hogy szeretette a Jóisten ezt a fantasztikus világhírű filmrendezőt, hogy tudja, hogy én képzőművésznek készültem, Pitkrétát adott premierre, azt mondja, hülye rabdel has is, hülye rabdel has is. Abból élt a környezetem egy hétig. És az Isten mit szól a hasishoz? Most erre megyünk rá. Nem megyünk rá. Figyelj ide, egyet tudok neked mondani. Mindenféle megtapasztaltam, és jobb szemlélni, mint megtapasztalni. A megtapasztaló élet az nagyon-nagyon szamár élet, mert az jót, rosszat meg akar tapasztalni. A szemlélődő élet az a jót és a rosszat szemléli, de csak a jót akarja elkövetni. Ez óriási különbség. Persze nekünk színészeknek feladatunk a rosszat jó példázatként megmutatni egy jó műben. Egy rossz műben nincs értelme idézőjelben a jót felmutatni. Hát mindaz, amit megéltél, az nyilván kamatozik a színpadon, ez igaz, a filmen, nem? Ez igaz. Tehát, hogy te ebből meríteni tudtál, nem? Igen, igen, de képzeld el, hogy milyen lehetett volna, hogyha nem dobom el ezeket a perceimet, ezeket az éveimet, óráimat. Mert ezek sútba estek, ezek használhatatlanok voltak. Nézd oda, szenvedélybetegségből nem lehet máshogy kijönni, terápiás módszerrel ideig, óráig ki lehet jönni, de az ember visszaesik. Hogy van a Bibliában? Ahonnan kiűzik, onnan hét annyival jön vissza, ha te nem élsz szentségi életet. Tehát oda még inkább vissza akar jönni a lelkedbe a fickó. Tehát nem lehet... Fickónak hívod az ördöget. Igen. Mert miért egyébként? Hát a középkorban még le sem merték írni. Hát a Tartuffe, a Molière úgy írta meg a Tartuffe-t, hogy a sátán, most már mondjuk úgy, hogy a sátán törvetése, de korábban nem volt ez. Tehát az eredeti Molière-ben nem volt kiírva, hogy a sátán törvetése, hanem a törvet. De nem lehetett kimondani a sátán szót, mert akkor megidézed. Tehát ha már kimondod, akkor már meg is idézed. Úgyhogy figyelj, de szenvedélybetegségből nem lehet máshogy kijönni, csak ha a szenvedély helyére annak orvosa kerül. Ezért vagyok napi szentáldozó. Ezt máshogy nem lehet. Tudom, mert akkor visszaesni, igen, nem igen, lennél igen. Napi. Tényleg Krisztus hordozónak kell lenni hozzá. Egyébként meggyőződésem, hogy se nem tudtam volna ezt megrendezni, se nem tudtam volna eljátszani, amitől egyébként mind a kettőtől, tehát a rendezést is át szerettem volna adni másnak, tehát nem, hogy az, pedig az írója, az eredeti színű írója, Várnai Péter atya, akinek ott voltam, a építész volt, később hivatal, ott ez voltam a papászentes. Ez eredetileg egy színmű, ez nem, egy színmű. Nem egy szín, tehát ez eredetileg, Egy színmű. Aha. És ő, mikor megmutatta nekem... Most a Magyar Passió. A Magyar Passió, aminek az a címe a színműnek, hogy Krisztus inge. És ő kérte, hogy én ezt, ő megcsinálta ezt hangjátékba egyébként, ment is a Szent Istvánba vagy a Katolikus Rádióba, és kérte, hogy én ezt játszam el színpadon, meg rendezzem meg, és mondtam, hogy nem, az nem úgy van. De amikor foglalkoztam vele, mindig az volt, szembe jött velem, mint film. Látomásaim voltak, szabad így mondanom, hogy rögtön filmet láttam benne, és még gazdagabban láttam. Tehát ezt gazdagon megmutatni, ezt a kort igazán képekben. Úgyhogy szóltam neki, hogy ide figyelj, ezt én filmen látom, én nem szeretném színpadon ezt eljátszani, megrendezni, de egyelőre tudok hozzá olyan embert, aki már történelmi filmet csinált, Lars Mansfeld, Hidenbe, Jenő Habermann, olvastassuk el vele. Jenő azt mondta, hát ez tényleg
Én is úgy látom, hogy inkább film, de hát ez még, mondom, átírjuk, megírjuk. 9-szer írtuk át, mire ez a változat lett. Adtuk azt ki? Adott a Géza társak, a történészt, dramaturg, stb. És a nyolcadiknál, a nyolcadik átírásnál például én vagy háromszor is megmutattam például az Istvánnak, a Szabónak, hogy megnéztem, hogy hol mond deket, hogy de, vagy... Aha. Gézának is odaadtam, és akkor Géza azt mondta, hogy Szami, ez nem az én filmem. De azt ne feledd el, hogy a maga módján minden karakternek igaza van. És ezt a nyolcadiknál mondta. És akkor fölhívtam a Pistát, a Szabót, és mit mondott a Géza, hogy igaza van. Pista, ide figyelj, ezt végül is nekem kell végül megírni. Történészek, dramaturgok segítettek is, nem rossz a nyolcadik változat, de azt hiszem, ezt nekem kell végül megírni. És azt mondta a Pista nekem, soha nem felejtem, Szami, az úgy szokott lenni. Úgyhogy éppen a Covid-ból kigyógyultam, volt időm. Kétszer voltam Covid. Igen. De milyen időközögben? Októberben, szeptember végén kezdődött az egyik, és november elején kezdődött a másik. És de két hónap különbséggel? Egy hónap különbség volt közötte tiszta. Egy hónapig tiszta voltam. Igen, COVID-mentes voltam. De nem is ilyen gyorsan egymás után? Vagy nagyon azt mondják az orvosok, vagy nagyon megterheltem a szervezetemet, és a bennem levő belobban, aha. De az is lehet, hogy az angol vírust kaptam el a másodikat, nem aha, tudjuk. Aha, aha. De második kemény volt, ott elájultam. De hol, otthon vagy munkaközben? Ki akartam menni reggel a mosdóba, és visszájultam az ágyba. Uh-huh. Aztán kibotorkáltam valahogy. De kórház nem volt azért. Egy nap. Uh-huh. Egy nap. És akkor is mindennapos szentáldozó voltam, jól lehet. Fölhívtam a bíborost, hogy bíboros atya, engedje meg, legyen szíves, hogy minden nap legyen otthon szentostja. Azt mondta, hogy ez a kivételes helyzet, ha lesz, talál papot, akkor legyen. Volt olyan pap, aki olyan bátrak voltak, Pálos, meg a papunk is, Gáspár. Kijött nálunk, misézett. Kellő távolsággal, maszk, stb. Ott misézett, megáldoztatott volt szentostyánk, az Adorimusból elvégeztük az ige liturgiát, egymást áldoztatunk, mert mindannyian azok lettünk családtagok. Szóval szép, ilyen föld alatti kereszténység volt. Föld alatti kereszténység, ezt is nem is hallottam. Azt is tőled hallottam először, hogy te régebben liberális keresztjén voltam. Az mi? Olyan nincs. De én azt hittem magam. De akkor mondod, hogy azt bizonyos voltam. Bűnöket megengedek magamnak, majd meggyónom. Mert olyan, hogy a liberális keresztény nincs, mert aki liberális, az nem keresztény. Olyan sincs, hogy szocialista keresztény. Miért nem lehet egy liberális ember keresztény? Nem lehet. Miért nem mert lehet? Az liberális. Az és hazugság, az... akkor a hazugság a kereszténység. És a liberális az egy hazug ember? A liberális az olyanokat enged meg magának, ami az egyetemes rendnek nem megfelelő. Miket? De ugyanígy a szocialista keresztény is, és ugyanígy a nacionalista keresztény is, Jézus pártos magyar hercege, nem a pártépű. De ilyen nincs. Akkor mit csináljon a többi, hogyha Jézus pártos magyar herceg? Ezért leszoktam néha szólni, meg beszólni nekem, meg mi egymás. De olyan sincs, hogy szocialista keresztény, hívő tagozat. Nincs. A keresztény, pláne ha katolikus, egyetemes, annak van egy értékrendje, és abba kell élni. Ahhoz nem fér hozzá egy izmus. Minden izmus középpontja az egoizmus. És a legszörnyűbb izmus nem a fasizmus, vagy a kommunizmus, vagy a liberalizmus. Hát azért azok is a fasizmus szörnyű. Meg a kommunizmus szörnyű. Elég szörnyű. Szörnyű. De a legszörnyűbb izmus, ami most van a világon, a relativizmus. Hogy mindenkinek igaza van. Ez a káosz. Az utolsó pápáink mind azt mondják, hogy a lelkeket most a relativizmus rágja szét. De az csak úgy finoman megjegyzem, ez egy magánvélemény. A legszörnyűbb izmus a protestantizmus, meg a, sőt, még szörnyűbb is van, a katolicizmus. A csak kultúr keresztény, bebejárok a templomba, egyébként meg hétköznap lopni kell, mert hát máshogy nem élünk meg.
Szóval a katolicizmus szerintem a jó Istennek a legjobb. Aki bejár a templomba, az garantáltan nem lop, aki rendszeresen bejár. Nézd, más vallásosnak lenni, és más hívő, gyakorló hívőnek lenni. Az más. Az más. A vallásosság az nem, önmagában nem elég. Ha igaz, nézd, nem csak horizontálisan kell gyakorolni a kereszténységet, hanem vertikálisan is. Egyébként a művészetek is ez a problémája, hogy a vertikumban most nem a tetejét, hanem az alját célozza meg. És ez itt a probléma, hogy nézd, ha valakinek az a művész úr, akkor azt mondják, hogy szent úr. Ugye Aquinoi Szent Tamás az, aki a Bibliát és Arisztotelész poétikáját harmonizálja. Ez az igazi kultúra egyébként. Hegedűs Géza bácsi is ezt tanította nekünk a Színészeti Főiskolán, hogy kérem, itt alkalmasin mindenki színész, ez alkalmasin többet keresnek, mint én, sajnos. Kérem, művész, azaz hivatását teljesítő mester, szakni, csak az lesz önök közül, aki két könyvet elolvas, azt mélyen a szívébe zárja, és amikor a buksiában megélt, összestimulja és ugál. Az ennélkül nem lesz. Kérem, ez a harmónia, ez a kultúra, ez a katolikus, ez az egyetemes. Mert ha szétszakítjuk, akkor az agyasok hűítik a hiszékenyeket, vagy a hiszékenyek barmolják az agyasokat. Kérem, ezzel ne tartozzunk ide. Az igazi művészet a szív vagy harmonikus. Szívre nevelni kell, az agyra okítani. A kettő együtt a tanítás. Ezért Krisztus is tanítványai voltak, nem pedig nevelményei vagy okítmányai. Tehát az igazi művészet, amikor az egyetemes morálra épül a klasszikus bölcselet. Ez az igazi művészet. És most a művészet nagy csapdája, hogy az élvezetek és egyéb önmegvalósítások miatt nem tud személyiségé fejlődni az alkotó, marad az egyéniségének a furcsaságában, és nem a tetejét, a vertikumnak nem a tetejét célozza meg, hanem az alját, mert ott érzi jól magát. Hát meg azt mondod, hogy sok a gagyi a művészetben. Azt nem tudom, hogy gagyi, mert magas szintű, az ördög mindig csinos volt, de soha nem olyan csinos, mint most. Tehát ezek jól megcsinált, vizuálisan vagy szakmailag jól megcsinált, tehát előadások, filmek, stb. De a tartalma az nem szórakoztatva tanít, hanem a szórakoztatást idézőjelbe is finoman értve. Tehát mit mond Arisztotelész? Ha cselekvésnek nincs önmagán túlmutató természet fölötti célja, akkor a cselekvés nem művészet. Akkor az csak valóságábrázolás. A művészet, a cselekvés akkor válik művészetté, ha önmagán túlmutató természet fölötti célja van. És az sem mindegy, hogy az a természet fölötti cél milyen természet fölötti cél. Vagy ki? Főleg ki? És az elején azt mondtam, hogy tényleg krisztusi fejed van benne. Tehát valami olyan szenvedés van az arcodon, ami látszik, hogy ez egy ilyen tökéletes átéltség. Miből jön ez a... Egy dolgot egyébként mondasz, tehát a betegségek, tehát akár a tüdőembolia is lehet, nem? Hogy ott átéltél valamit, ami meghatározó volt, és még azt is elmeséled, hogy a beteg szállítók vittek, de innentől szerintem mondta, hát, hogy... De figyelj, azt már annyiszor elmondtam, hogy... Hát, hogy a tragikum és komikum hogy keveredik, amiről a major mindig beszélt, igen, hogy nincs tragédia komédia nélkül, és nincs komédia tragédia. Hát ő még azt is mondta, hogy humor tanulni a temetőbe kell járni, ugye? Temetésekre, igen. Ami elsőre nagyon morbidnak hat. El is mondta, hogy mi volt ez. Ugye volt egy híres színésznek a temetések a kommunizmusban, és hát körülállták, és mindenki jött a maga módján, és akkor még jártak az emberek temetésre.
és katolikus temetése volt. És hát a párt aktivisták is ott voltak, mert nagy színész volt, vagy nagy művész volt, és hát jöttek a művészek is, mindenki a maga módján letette a koszorúját, a virágját, és mindenki próbált olyan titokban, hát ez egy keresztény temetés, volt, aki titokban vetett keresztet, volt, aki így rakta össze kezét, volt, aki tényleg felmerte vállalni, és legtöbben csak úgy letették a koszorút, és hát a színháznak a mindenese, a pedelusa, az meg ott ugrált és bontogatta a hogy hívjákokat, a csokrokra ráírt szalagokat, és úgy elbeleolvasott, és úgy megkereste a tekintetével az illető színész vagy rendezőt, és köszönöm, hogy... És egyre kínosabb lett a temetésben. A pap beszélt, a pedelus ugrált, és tette a megnyilvánulásait. És akkor sokak szerint a major elé, sokak szerint a Szendrő Józsi bácsi elé került az illető, és beszólt neki. Sokak a Szendrő Józsi bácsival tudják, sokak a majorra, hogy Szabó úr, ne ugráljon, nem maga halott. Hát én voltam a Honti Anna temetésén, hát ott képzeld el a sírnál, gyakorlatilag majdnem, hogy tömegverekedés alakult ki, mert persze, mindenki oda akart lenni. És volt egy ilyen félnotás nő, az meg, hogy kicsit segítsen a helyzeten, arra van a Domján Edit sírja, arra a Széchi Palié. És Isten, akkor tényleg elkezdtek menni a... Menni a, de hát tényleg annyi morbid, hát például Isten bizony, hogy láttam egy temetői hát halottas házra kiírva, hogy a kérem a halott szállítókat, hogy a halottakat a hűtőbe tenni szíveskedjenek. A hűtőket hetente egyszer le kell engedni. Na most ez egy örkény egy perces, nem? Persze, abszolút. Úgyhogy nem menjünk bele ebbe most jobban. Vissza a filmet, hogy bírtam én ezt csinálni ilyen, meg hogy azt mondod, hogy mennyire krisztusi. Igen. Hát sok szenvedésem volt már, a pap nagybátyám imat, az egyiket Münchenig verték, dr. Eperjes Ernő, édesapám a forradalmi bizottmány elnöke volt, és azért nem végezték ki, mert egyetemesen viselkedett, és az AVH-sok nem engedték kivégezni, tehát katolikus módon viselkedett. Illetve a másik pap nagybátyám, Vajk Gyula bácsi, ő pedig, mikor kijött a börtönből, hát olyan tanúságot tett, azt mondta, hogy a család kérdezte, hogy mi volt benne, bántottak, és nem válaszolt, és egyszer csak felszakadt belőle egy ilyen, hogy én mindent kibírtam, és amikor mindenki szipogott, sírt, és akkor azt mondta, én nem dobok senkire követ, aki ott benn aláírt vagy aláíratott, mert tudom, milyen módszereik voltak. De jó Isten olyan idegrendszert adott, hogy mindent kibírtam. Az álljon meg az Isten előtt, aki önként dalolva aláírt, vagy aláíratott. Tehát még az aláíratót se ítélte el, mert ha látott részvétet a szemébe, hogy neki ez kötelező, mert a családja, de aki önként dalolva aláírt, vagy aláíratott, na az álljon meg az Isten előtt. Na most én ezt tudtam. És az a bácsi, akiről mintáztam a filmben a Leopold atyának ezt az utolsó szenvedését, mi azt látogattuk, sorstársa volt pap nagybátyámnak, Bicskén volt pap, Tabó Tibista bácsi, és őt addig ütötte az AVH-s, hogy nagysuhás még mindig szeretsz, és mindig mondom, szeretsz, én már alig tudom, és mikor már ilyen nyomorult állapotban, hogy szeretlem, ez már tizedik kérdése volt, hogy még mindig szeretsz, csuhás. És akkor megtört a kihallgató AVH-s, és elsírta magát, bocsánatot kért, és kilépett az AVH-ból. Nem néztem utána, hogy mi történt vele. A filmnek a befejezése, az szabad azt mondanom, az az egyetlen fikció a darabban. Mert én azt mondom, hogy az az AVH-s, aki ott megtört és kilépett az AVH-ból, lehet, hogy nem lőtték agyon, bár az árulókat agyon szokták lőni. Igen, mert a filmben agyon lövi. Igen, és meggyőződésem, hogy elnyeri a mennyei mannát. Na most, hát miközben azért előtte azért ő is eléggé
hogy úgy mondjam, gennyes volt, nem tudom ezt szebben. Azt nem tudom mondani. Oda van egy, bizony, mi láttad, ott van az a, szabad azt mondanom, az a nagy jelenet filozófiailag a filmben, ahol a Leopold atya az egyetemes értékrendet képviseli, és kimondja, hogy én mindig az igazságot, Krisztust követtem. És azt mondja a volt tanítványának, aki AVH-s, hogy azt mondja, tudom, hogy mindig az igazságot kereste, és most is, de hogy vághatta a Bibliát az ajtóhoz, amit egyébként Aditól vettem, mert Adi halálos ágyás, Hegedűs Géza bácsitól. Tehát ez... Neked nagy mániád Adi Babics, Adi Babics nagy, meg Radnóti, hát azt, de miért mások? Tényleg, hogy te elmed, amikor fölmertek a színművészetire, akkor elmentél Balfra, ahol Szerb Antal meghalt, ez már nem Radnóti. Persze. De miért pont oda? Azért, mert hogy megnézd a... Hát persze, hát oda verték bele a gödörbe. Hát, na de miért jutott ez eszedbe arról, hogy szeretem. Fölvettek a színművészet? Mert szeretem. Mert tudtam, hogy Prohászka volt a keresztapja. És egy ilyen ember, aki egy polgári zsidó családból katolikus lesz. Hát erről szól egyébként a legnagyobb műve is, de erről most ne beszéljünk külön, az egy csoda. Ah, melyiket? Utas és a legnagyobb? Erről szól. Hát ők ott mindannyian egy baráti kör volt. Hát tudom, ő is, és a Dénes bácsi is, akibe Éva előbb beleszeret, csak hát ő pap lesz. Szóval én az egész történetet ismerem, és rajongva szeretem. Az ő az Babicsét is, és az övét is, a magyar is világirodalom történetet. Ez a két ember olyan szinten írta meg, hát és én szerintem vértanúként verték oda bele. Vértanú. Ugyanúgy, mint Radnóti. Radnótina meg ugye Sík Sándor volt a keresztapja. Fifike tanítottak. Meg is kérdeztem a Fifikétől, hogy igaz-e a történet. Fifike ugye a felesége volt. Tanított minket a főiskola. Engem ugyan nem, mert francia szakon, akik franciát választottak azokat, de nagyon szimpatizált velem mindig. És megkérdeztem tőle egyszer, hogy mikor a major tanárúnak a sírjánál voltam, ilyen tájt kimentem, most még nem, de majd lesz rá időm. Éppen a Csontváritól mentem a majorhoz, és jött valaki, és a Fifike ott jön. Mondtam, Jézus már, a Fifike. Hát tudtam, hogy idős asszony, akkor volt 97-98 éves, a halál előtt, egy-két évvel történt ez. Ugye megérte a 100 évet. Mondtam, a Fifike, itt kódolog a temetőbe, mondtam, ennyire bekattant. És akkor oda mentem hozzá, nem látott, mert ilyen több dioptriás szemüvege volt, de hangra azonnal megismert. Kezi csókolom tanárnő, mit tetszik itt? Jaj, kérem, Károly, maga mit csinál? Mondom, most jöttem, mondták tanárútól, mentem a Csontvárihoz, meg a Babicshoz, onnan meg jövök a major tanárúrhoz. Mit tetszik itt? Kérem, Károly, én itt voltam Miklósnál. Mondom, be tényleg bekattant. Hát mondom, tanárnő, tetszik tudni, én Győr-Sopron megyéből, még ott mentem el Miklós mellett az emlékmű Abdánál. Nem kérem, Károly, én felszedettem, ide tetettem a karinti mellé. Kérem, nem tudja, Károly? Hát, ha van ideje, majd látogassa meg. Köszönöm. És akkor megkérdeztem tőle, hogy igaz-e ez a történet, hogy 33. születésnapján, tehát mikor Radnóti rájött, hogy a kereszténység neki az igazi vallása zsidó ember létére, de a mecénása, egy nagybácsia volt, ortodox volt, és nem akarta megsérteni. És azt mondta, hogy nem lesz, ha meghal a nagybácsi, akkor megkeresztelkedik. De ha 33. Krisztusi korában, 33. születésnapján még mindig él a nagybácsi, akkor elmennek Fifikével, én ittek ő, de föntről egy kő se lát. És fogadalmat tettek, ráléptek a kőre, hogy 33. születésnapjukon elmennek, és bementek Sík Sándorhoz. Professzor úr, megkeresztelne minket? Igen, nagyon szívesen. És megkeresztelt őket, és akkor megkérdezte Sík Sándor Radnótitól, Miklóstól, meg a Fifikétől, hogy Fifike, Miklós,
Hát mi erről soha nem beszéltünk, akkor miért? Mi volt Radnóti válasza? Professzor úr, azért. Hát azért akkor tájt ugye sokan azért is kényszerből is kikeresztel, vagy éppen ezért, éppen, hogy de ő nem kényszerből. Hát ott minden verse. Vették fel a keresztény hitet, igen. Hát minden verse istenes vers Radnótinak. Meg, de, és hogy hívják se kényszerből? Az igaz, Szabó. Hogy te azért nem lettél pap, mert azt mondtad, hogy tehát, hogyha a cölibátus miatt nem lettél pap, mert azt mondtad, hogy... Olyan csinosnak teremtett a Jóisten a másik nemet, hogy ebből balé lesz. Ezt mondtam anyámnak, igen. Igen, igen. Mert ők terelgettek nem, az irányba? Nem, mikor mocorgott bennem, hogy pap leszek, akkor azt mondtam, szóltam édesanyámnak, olyan kamasz voltam, kamaszkorú voltam. Ugye sokáig, mikor papnagybátyám kijött, én minisztráltam neki, megtanított, még latinul minisztráltam. És csak otthon a mi falunkban, a hegykön, az oldalsó oltárnál hajnalban misét szedett maga. De hogy legyen egy földi szemtanúja, engem megtanított. És én minden hajnalban mentem vele. És ez olyan erős hatást gyakorolt rám, hogy mocorgott bennem, hogy pap leszek. És mikor mondtam édesanyámnak, hogy édesanya, azt hiszem pap leszek, kicsi fiam, ez nagyon komoly dolog. De ez nem véletlen. Kisfiam egyébként, aki a véletlenre hivatkozik, az az ördög unokaöccse. De ez nem véletlen. Mi, amikor te megszülettél és megkereszteltünk, akkor fölajánlottunk papnak, mert ez még az Ószövetségből ered. Tehát ugye Krisztus bemutatása a templomba, és ugyanígy Mária bemutatása a templomba. Tehát az Istennek fel kell ajánlani. Tehát az első szülött fiút, ha megszületik, katolikus családba illik fölajánlani az Istennek. Ez egy az Ószövetségből ered, ez az újszövetségi felajánlás. És hogy ne legyen ez teher, nekem nem mondták el. Csak akkor mondták el, amikor ez belőlem kifakadt. De akkor is intett édesanyám, hogy kicsi fiam, ez egy nagyon komoly dolog. Ezt vedd, és akkor átgondoltam, és akkor azt mondtam, hogy nem leszek mama, olyan szépnek teremtette az Isten a másik. Tehát ha református lennél, akkor... Ha református vagy görögkatolikus lettem volna, biztos egy színésznek keresem. Nem tudom, hogy biztos, de talán. De így meg tália papja lettem. Aha. Na. Tehát itt is Krisztusinak kell váljak. És ez nem mindig volt így, de most már igyekszem. Visszatérve, ha te azt mondod, hogy ez, hogy annyira krisztusi ez a kép, ezt észrevette a Csuki is, ott a Csukás anyja az operatőr. Itt nagyon azt a jelenetet, ott egyébként is nagyon bíztunk egymásban, tehát ott például abszolút ráhagytam a plánokat. Mert ott máshol voltam, ő ezt észrevette. Meg a Pepe is máshol volt. Ezt is észrevette. Van ott egy mondat, ami nem volt benne az eredeti. A Pepe az... A Telekes Péter. Igen, mert... A Keller, ő a Keller. Ugye, ő az ADHD. Pepe kapa van a... Igen. És ott van egy mondat a filmben, ami nem volt benne a forgatókönyvben. Mégpedig az, hogy bocsáss meg magadnak. Azt ugyanúgy hallottam, mint mikor a Bereménynél forgattam az ördögi figurát, de ez most egy másik figura volt. És bemondtam, és nem állította le a gépet, és a Telekes Pepe meg akkor rám nézett, letörölte a vért a fejét, és rám nézett, és föl van véve, mondtam, nincs több felvétel. Én azt hiszem, hogy már a Szabó István filmben is azt gondolom, sőt a Hídemberben is azt gondolom, hogy egy lépést szerényen hátrébb léptem az egomból. De azt gondolom, hogy ennyire hátralépni az egómból és teret adni a karakter igazságának, ennyire még soha nem sikerült. Te igaz, hogy nem tudsz gyűlölni? Tehát, hogyha akik... Egyszer mi erről már beszéltünk. Nem tudok gyűlölni, mert akkor elkározom. Na de közben meg tulajdonképpen azért az a politikai vonulat, akihez nem szabad. Besorolnak vagy tartoznak, hát mégiscsak hát gyűlölet. Nézd oda, amikor egy szörnyű fájdalmat kaptam, és kaptunk, amikor egyik jelentős
országvezető azt mondta, hogy Mária levette rólunk a kezét, én azóta minden nap egy tized rózsafűzét mondok érte. Vesszen el, térjen meg, leszünk egyel többen. Egyébként soha nem lett volna talán háromszor kétharmada jobb oldalnak, ha nem mondja ezt a mondatot. Hát így megsérteni Mária országába az Isten szülő anyát? Hát gondoljuk, hogy az atya és a fiú a szempillekkel együtt engedi, hogy ez virulencia legyen ebben az országban? Na de közben... Ez vírus lesz ebben az országban. Nem engedte, hogy vírus legyen ebben az országban, hogy Mária levette rólunk a kezét. És lám, itt van 2020-ban, ide kérte a pápa az eucharisztikus tanács, ami egy éve csúszott. A Trianon 100-ban lett volna. Na de közben azt nyilván te is láttad, hogy azért itt egy nagyfokú gyűlöletkeltés folyik. Attól függ, hogy kikinek kelt gyűlöletet. Ez például, felteszem a kérdést, ez nem gyűlöletkeltés? Mi? Szent István népében azt mondani, hogy Mária levette rólunk a kezét? Csak kérdésként de mondom, nem állítom. A másik oldalon is jócskán van gyűlöletkeltés. Mondjál egyet. Jócskán mondjál van gyűlölet. Egyet. Hát például ez a migránsos dolog. Az, ami baj. Hát, hogy azokat kapásból félni kell tőlük, kapásból. Várjunk egy pillanat. Hogy van a Bibliában? Aki az ajtón jön be és kopogtat, ahhoz én kijövök és a szemébe tudok nézni. És ha jó szándéka jön, vendég. Aki az ablakon mászik be, vagy a kerítésen, az tolvaj. Ezt így kell értelmezni. Akkor Dugonics Titus... Hát vagy menekült. Rasszista volt? Vagy Hunyadi János rasszista volt? Aki olyan menekült, és jó szándékkal jön, annak ott van a lehetőség. Hát azért erre olyan túl sokan nem kapnak letelepedési engedélyt. Ferenc pápa ebben is példát adott. Elment Lesbos szigetére. Bement a táborba. Megkérdezte, hogy hány ember kért jogilag vízumot, lehetőséget Európába. Mondták, hogy 43-nak van papírja róla már, hogy bemehet, de nincs, hogy bejusson. Azt mondta, hogy a repülőn én 12-t, ugye apostoli szám, én 12-t elviszek ebből a 43-ból, mindet nem tudom elvinni, elviszem a Vatikánba, nem mondta azt, hogy ki a keresztény, ki nem, ezt a 13-at sorsolják ki, vagy a 12-t, föltette a repülőgépre, leszállt, és azt mondta, tessenek menni, ahogy hívják be, a munkaközvetítőbe. Ott találják azt a karitaszt, ott találják azt. És 12-t elvitt. Tehát megmutatta, hogy kell ezzel viselkedni. Tehát nem lehet nyakló nélkül mindent kibengedni, és be is engedtük azokat, és azok majd vissza is mennek. Úgy tudom, körülbelül 400 ember, akik ide magyarul, nem akartak tovább menni, és ott majd vissza is mennek. És egyetlen egy ország nincsen Európában, talán most a lengyelek csatlakoznak, akik létrehozták a keresztény üldözöttek titkárságát, és segítjük. Miért nem a gazdag nyugati civilizáció, már azt már nem merem kultúrának nevezni. Miért nem? Hát mert más a civilizáció és más a kultúra. A kultúra az harmonikus. A civilizáció az meg valami trendet követ. És azt mondod, hogy nyugaton mindenki ezt csinálja? Hát nem mindenki, de a többség. Hát ott már elfajult. Hát olyan fájdalmak vannak, hogy ideig mindig beültem megnézni, hogy a nézők hogy nézik. Kevesen mennek be popcornnal. De az első kínzatásnál mindig abba marad a popcorn. Ez is. Az például, ez egy borzasztó civilizáció. Tehát nem is tudom, hogy még idáig senki nem ment ki, aki beült. Hogy egy ment ki pisilni, de az vissza is jött. Egy hölgy egyszer kiment, aztán visszajött. Tehát én bennülök, direkt figyelem, hogy hol van, és a
popcorn vagy ott fogy el, vagy olyan hatással van rájuk az első kihallgatás, hogy onnantól kezdve nincs popcorn. De addig van. De addig van. És addig zavarják azokat a fogyasztói izmusukkal, a globalizmusokkal fogyasztják a kultúr vágyókat. Civilizálatlanok. Vagy civilizáltak. Ők civilizáltak, de olyan furcsán civilizáltak. Te meg vagy az utolsó barbár. Én meg vagyok az utolsó barbár a Géza filmjében. Te vagy az utolsó, te vagy az a színész, az utolsó színész, aki még el tudja játszani, te vagy az a színész, aki még el tudja játszani az utolsó magyar barbárt. Igen. Volt még valaki nagyon nagy hatással rád, a Taub János. Ugye? Hát nagyon. És hogy... Az Isten áldja meg. Azért van odaírva a film végén, hogy köszönet papnagybátyáimnak, családomnak, mestereimnek, és azoknak az ismert és nem ismert öreg papoknak, akik ebben részt vettek, akár meghaltak, akár még élnek. Egy párnak már meg is mutattam, és külön köszönöm Szabó István baráti figyelmét. Mert én végig kikértem a Pista véleményt mindig. Jó, de a Taub színházi, az abszolút színházi ember volt. És tudom, hogy ő is rengeteget alakított rajta. Sokat. Mert hogy amikor először rendezett ugye a Radnótiban a 72 katona, akkor többször kirohantál a próbáról. Persze, és nem bírom csinálni. Nem bírtál az nem ez volt az egyedüli. Aztán később is kirohantam, ott hagytam, hogy én nem tudom megcsinálni Jánost. És akkor szünetet rendelt el, és azt mondta, gyere, üljünk le. Kikért egy üveg viszkit, és egy fél óra múlva mondom, menjünk vissza János próbálni. Nem, most menj haza, aludjál, majd holnap folytatjuk. De ne ijedj meg, ne félj a szereptől. Ne félj. Valami olyat is mondott, hogy ha rögtön meg tudnád csinálni, az baj lenne. Azt mondta, mert akkor ugyanolyan lennél, mint máskor. Ezt mondta, hogy ha te most megijedtél attól, hogy egy olyan utcába mész, vagy ahova hívlak a szerep által, ami téged megijeszt, hogy még benned ez is van. De ne ijedjél meg tőle, ne félj tőle. Megijedni lehet, félni nem kell tőle, de ne félj tőle. Ne félj tőle, én itt vagyok. Tudom, hogy ezt... Hát... De az ő darabjainál, kivéve az utolsó 2-3 előadás rendezésénél, még nem tudtam lerakni a jelmezt úgy az öltözőbe, hogy ne vigyem ki a szerepet az éjszakába. A Vasilyevnél volt először életemben, amikor le tudtam rakni a szerepet a jelmezzel együtt az öltözőbe, és mikor kimentem, már Szamóca voltam. És nem vittem a sikert be az éjszakába. Az volt az első. Az egy nagyon, a siker sokszor nehezebb, mint a bukás. Mert azt hazavinni, az is nehéz dolog. Mert akkor meg agyonnyomod a családot. Ha meg nem viszed haza, akkor meg a feszültséget kioldod magadba, így úgy amúgy az éjszakába. Ez sok kollégának probléma. Én ezt látom, én ezen átmentem. Most szerinted te színészileg... Merre felé tartasz? Ugye volt, tehát egy repülő rajtal indultál, mondhatni. Mert a Kaposvár fénykorában, emlékszem rád, az élnek, mint a disznókból, az Ardennek. Az volt az első díjam. Ugye? Meg a halmért, igen, kaptam. Még főiskolás voltam, és kaptam épp színészeti díjat a Kézdi Gyurival. Igen. Rögtön filmszerepek tömkelege, még olyanokat is mesélte, hogy te voltál a legdrágább filmszínész. Tehát ezt nem én meséltem, hanem többiek mondták, hogy a Szami és a, bocsánat, a Tyutyu és a Szami fölverték az árat. A Cserhal, igen. Hogy fölverték az árat. Ez igaz? Ez igaz. Ez igaz, hogy mi fölvertük az árat, mert nagyon, nagyon ilyen szakszervezeti szint volt, és azt mondtuk, hogy várjunk már azért, nem úgy. És akkor mentek fel az árak. Szóval, hogy látod, hogy most akkor merre tartasz? Mert most azért annyira nem vagy a középpontban. Nem hála lehet Isten. Azt mondani, hogy le sem jössz a Magyar Színház színpadáról, ahol
elvileg. Eleget vagy, vagyok ott. Jó, eleget. De vagy, de jó. Geppettót játszottam, Pinocchioba. Néri Szent Fülöpöt játszottam, korábban másokat, major szerepét játszottam a konyhában. Például. A tizedesben is volt. A tizedesben a major szerepét játszottam, Detto. Direkt kértem, de hál' Isten a Feri is azt szerette volna. És rendezek, ott is játszom is, a Romes Júliában. És játszom máshol is, Pergünben, most mutattuk be Komáromba Szigetinek a darabját, a Vénbakancs és a fia a huszár, a két Covid között mutattuk be, és ha már dicsekszem, az Úrban dicsekszem, de nagy örömet okozott. Azt mondta nekem a Gáltom, hogy gyere le, Szani, figyelj, de ilyen még nem volt Komárom. Mondom, micsoda? Minden bérletes előadás fölállva tapsol. Mondom, komolyan. És nem tudom, hanyadik előadáson megint elmentem megnézni, hogy... És tényleg föláll a közönség, és föláll a tapsol. És azt mondta, ilyen még itt nem volt Komáromban, hogy minden bérletes előadáson föláll a közönség és tapsol. De egyáltalán a létrejött egy csoda volt. A színészek is covidosok voltak, kijöttek belőle, én is. Hogy... És hát a Pergüntöt meg olyan gyönyörűen játsszuk még mindig, most már nem sokat. Két éve Sopronban, amit csináltunk, és Komáromban is, Pozsonyban is játszottuk. Nem vagyok én a partnál. Láttam, Kisvárdnál láttam. Kisvárdnál láttam. Ott csúnyán bántak velünk, meg ráadásul Kisvárdán nem volt méltó, mert nem tudott mozogni a forgó, stb., mert ez egy nagy színpadi produkció, ahol forog az egész, tehát más a milliója. Akkor, de ott egy ilyen helyzet volt. Tehát nem érzem magam mellőzve. Az igaz, hogy a Hídember után megüzenték, hogy nem akarnak a vászon látni, és ezt be is tartották. Ezt kiüzente meg? Nem mondom meg. Nem mondom meg, de nem én voltam az egyedüli színész. Három színésznek üzenték ezt meg. Én voltam közöttük az egyik. Aki hallja, úgy is tudja, hogy ki volt az, aki üzent, és ki volt az, aki átadta. Mert hogy azt is kurzusfilmnek tartották? Persze. Persze. És ilyenkor nincs meg benned, hogy hát, ha belemásztam valamibe, amiben nem kellett volna soha? Majd felébrednek. Akkor mégiscsak az evangélium útján járok. Majd felébrednek. Hát ha nekem sikerült abból a tarból felébredni, akkor majd ők is felébrednek. És akkor te most egy nagyon éber állapotban vagy? Nagyon éber állapotban vagyok. Nagyon szeret a jó Isten. Ilyen távol talán még soha nem volt, hogy az egyéniségemet igyekeztem legyőzni és személyiséggé válni. Talán ilyen érett állapotban még soha nem volt. De ez már tart egy ideje, ez már látszott a záró jelentésben is. Tehát ez egy folyamat. És ameddig van rá szükségem, meg ameddig a Jóisten tudja, hogy... Hát most már tudom, hogy miért voltam kétszer covidos. Miért? Hát mert az a borzasztó... Hát bebenéztek hozzám a családtagjaim. Hát persze, mikor én ezt mondtam nekik, de jaj, apa már, megint jaj, a művész, az ön sajnáló művész. Ennyiszer nem szoktak a szobámba benézni, még vagyok. Miközben ezen te már végén nem meséltük végig, és jól jön ez a sztori, hogy a tüdőemboliánál, ugye, amikor vittek a halott szállítók, hát, akkor azt hitték, hogy alszol. És erre... azt hitték, nem. Vittek. Két halott szállító vitt. Ja, nem halott szállító, hanem mert éltél, hanem beteg szállító. Beteg szállító, de hát vittek föl az intenzívre. És két beteg szállító. Az egyik már föladta, hogy fölvezik az orvosira, a másik még reménykedett. Két ilyen beteg szállító volt. Az egyik fiatalabb volt nálam, az másik egy kicsit idősebb. Én megfeküdtem. És hát mondták, hogy nem mozduljak, és
akkor már felvettem a betegek szentségét. Tehát akkor én már, szabad így mondanom, és értsem. Papád meg is kérdezte, hogy rendesen meggyóntál. Megkérdezte a papot, hogy mondja, Ösperös úr, érvényes volt a gyónás? És akkor azt mondta, hogy tanár úr, az a hír jár, hogy maga a becsületes keresztény ember, én is igyekszem az lenni. Látjuk, amit látunk, de megnyugodhat. A fia a lehető legtisztában elkészült az útra, elengedheti. És édesapám ettől egy kicsit megnyugodott. De azt még elintézte, hogy vigyenek föl az intenzívre. Igen, és akkor vittek, és közben? És közben a két beteg szállító, még közben feküdtem, és mondták, hogy ne mozduljak, mert a vérről megmozdulhat. Persze már volt bennem injekció, vérhigító, stb. Azon beszéltek, hogy 20 forintba fogadtak, hogy mire fölérünk az intenzívre, meghalok vagy élek. És aki még úgy érezte, hogy őt még fölveszik az orvosira, az mellém állt, hogy még félni fogok, a másik meg azt mondta, ez már akkor halott lesz. És egy ilyen bulimia volt fölöttem. És akkor értette meg a major tanár úrnak, hogy a tragédia és a komédia között csak nézőpont különbség van. És akkor értettem meg, és én elkezdtem röhögni. Na most tüdőembólián volt, a tüdőm 1/8, ami később mondták, működött. Majdnem megfulladtam. Letettek a Soproni kórház közepén, egy körmömet jött utána, hozták az oxigénpalackot, meg mindent tették rám, és úgy vittek föl, és utána megkérdeztem a Babella adjunktus úrtól, de adjunktus úr, ne haragudjon. Maguk olyan reménnyel fogadtak engem, és akkor azt mondta, hogy olyan hálás vagyok, olyan reménnyel fogadtak, és azt mondta, hogy Károly, maga volt a remény. Ilyet orvosnak nem illik mondani, de csak hogy megértse, nincs az a Lukas két filléres, amit a maga életért lehetett adni. Ide már sok embert hoztak fel az intenzívre, de aki oxigénpalack alatt, ez a zöld oxigénpalack, taknya nyála összefolyik és a röhög, ilyen még nem volt. Ez az ember életben fog maradni. Azt hiszem, hogy hát ezen a fertájon sok szörnyűségen röhögtünk, és még röhögni is fogunk. Ez segít a túlélésben, nem? Ő segít a túlélésben, de nagyon. Oké. Okay. És nagyon jó humora van az Istennek. A legjobb. Köszönöm. Köszönöm, hogy én jöttél. Én is köszönöm. Önöknek is köszönöm, hogy néztek minket. Eperjes Károly volt a Bótakafé vendége, viszontlátásra.